Szevasztok! Kellemes délelőttet! Elindultam dolgozni, de ma, ahogy azt már a címből sejtitek, Kecsóra megyek szerelni, elvileg, GLS-es kerékpárokat. Nézzünk meg, hogy mi lehet vele a stájsz. Ha minden igaz, aksit szerünk ki, meg egy-két apró igazítás van. Nem hoztam nagyon szerszámot, tényleg csak a minimum van nálam, meg egy fogó, meg egy mérőszallag. Azt hiszem nálam van. Azt most jobb is, ha megnézem gyorsan. De még van időm visszamenni. Mert kérték, hogy hozzak mérőszallagba, nem tudom minek, mert ha azt szereljek, nem kell adjustment, sem measurement. De mindjárt megnézem, de úgy emlékszem, itt van ami. Igen, megvan. Jó. Jó, jó, jó. Jobb, ha ellenőrzöm. Úgyhogy most megyek a vonathoz. Főnivel, Ivarival, IC-n megyünk. Ő is bringál, én is bringál. Már átküldte nekem a jegyeket. És ennyi. És Montival megyek, ha már úgyis kényelmesen kell menni, nem kell sietni. 53-kor indul, most 30 pár perc van. Addig van időm megtalálni, melyik vágányról jön, hova érkezik. Nem aggódom. Úgy is fölkeltem 3-ért, 7 után 6 perccel. Hiába akartam tovább aludni, nem ment. Hát éjfél után fél órával aludtam el. Tehát tulajdonképpen kb. 6,5 órát aludtam. De én nem húzok fel órát, tehát ez mind magamtól van. Nézd már, egy új 4-kerek kerékpár. No, nézd már. Ja, hogy csak most volt az indexig eljutásod. Gratulálok. Fordulj rá, szembesárga, úgy van. Mindegy. Hagyjuk is el bolondokat. Ez volt az első mára, és reméljük, hogy az utolsó. Tehát vlognap, Kecsóra. Elvileg ez a szitu. Aztán... Jaj. És persze rajtam van a mezz. A De Monti Banda. Hétvégére a zöldet veszem föl. Mert az lesz szép. Kék bringa, kék bukó, zöld cipő, kék nadrág, zöld csapka. Zöld póló, bocsánat. Jó, nem is kék, ez szürkés kék a bicókám. Az hazugság, hogy kék. Még mindig nem találtam pótfedelet a Garminra. Nem tudom, hol lehet kapni. Míg beírtam az infóra, addig pont kiírta, hogy a 4-esről indul. Kiderült itt az állomáson, főnök tulaj felhívott, hogy ő már lenn van Szegeden is, hogy korábbi vonattal ment. Úgyhogy egyedül utazom. Mondtam neki, hogy nagyon szomorú vagyok. Számozása 19-es számmal a vonat végén kezdődik. Út és helyegyváltása kötelező. A kerékpár szállítása alkalmas kocsik 31-es számmal kezdődően a vonat közepén találhatóak. Yes. Amely kerékpár szállítás esetén csak kerékpárjegy és kerékpár helyegyváltásával vehetőek igénybe. Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a vonat végén bisztró kocsi közlekedik, ahol szívesen látjuk Önöket. Kereskednek velem? Ez a 30... Ó, a bánat. Hova teszem akkor a bringát? Ez nagyon vicces. Komolyan, ennyit tudna már har bicikli szállításra? Egy darab ablakot? Aj, nagyon köszönöm. Igen, csak a kormány nem fér be. El kell fordítani, várj. Így? Hát ezt nem hittem volna. Köszönöm szépen. Köszi a segítséget. De hogy ez a kerékpár szállítás... Menjenek a frankba, ezért kérek pótjegyet, meg
pénzt. Ja, hát ez ennyi. Rohadjanak meg. Köszönöm. Hát ez nagyon brutális, gyerek. Ezért elkérni ennyi pénzt, hogy ide beteltem a biciklimet nagy kegyesen. Ez a fantasztikusan jó már, gyerek. Ennyit tud. Ennyit, konkrétan. Jó, jó a tároló, nem azzal van a bajom, csak... Na mindegy, értitek. Hogy ezt így, és ráadásul egy ilyen ajtón. De legalább itt vagyok, és utazom. Beülök oda a következő kabinba, és nézem a buszomat. Na srácok, már Kecskemétben vagyunk. Hú, de rég jártam, biciklivel meg egyáltalán. Azt mondta Főni, bukó nélkül van, már mondtam neki, hogy kéne. Easy with the e-bike. E-bike-kal van. És megyünk a GLS depóhoz. Ott kell valamit javítgatni. But I have gear set. I have gear. You didn't have. Red lamp. Ah, turn in. Red lamp too. Oh, taking a low. Demonstration. So many were two. You demonstration two idiots coming there from Budapest and breaking the laws. No, I'm just joking. Oh. How much? Yeah. Now? Or in a store? In a store in 700. Yes. But this in here is in 1 million maybe. $900. It's the lifesaver category. Oh. You know where we go? Yeah. I have been many times already to repair. Yep. Oh, in Heaven Aldi. We bought some workshop boxes and go with the in Budapest. Yeah, nearby. Yep. But I don't see the Burger King. Where is it? Nagyon rég voltam Kecskeméten. Hát, nagyon. Ez a bringa út. Hát, ez igen. Eddig tartott, gondolom. It's a unique vlog today. Tehát egyedi vlog ez a mai. I have a better bike for this quality. I know it. That's what I'm chance this one. Or choice, I don't know how to speak it anymore. Okay.
but yeah. You have a too many suit. Yeah. Why you over in the pullover? It's pullover. I love that jokes. The technical suit is better than biker. Yeah. And the helmets is needed, important. You go so fast. You love that bike. No? It's nice, yeah. Yep. The bigger one is nice for me. Niceable. Yeah. Just for the bigger, we don't have yet the test bicycle. We? Why? We have in stores, so when people come... Yep. We need building another one. I mean, we have enough, but let's go left. Yeah. Okay, I know. Just I'm taking a place. Oh, Michita see it fast. What a beautiful! I'm never biking in Ketchikamid. Never. Yes. What did you see there? Can you try? You don't have an SPD. Why you come in the backpack? Because of the batteries. Oh, yeah. Also, the tools are there, so I will take them back. Oh my God. Two batteries is not so easy. Yeah. A little bit heavy. Yeah. Langos. There is a langos. Who's dinner in it? Somebody dinner language is in here. I don't believe it. Yep. I mean, it's not 15, it's a 15 minute. Jó kedvem van. Gondolhatjátok. Ebből is látszik, hogy milyen jól mennek a kis testbringáink. Mert azért én itt hajtom magam. Nem gondoltam, ilyen messze lesz. Nem baj. Ezért várt engem az állomás, mert tudta, hogy messze van. And any parts of their bikes need a repair? What? Any parts need a repair? That is the wheel tube. Okay. Just the adjustment? I think so. Hey, look there. Look. Cross this. You got a new bike. You happy now? Are you happy now? Very. You love biking? With your own factory's bike. Here is the Telec. We don't need it. Itself. Seems to be nice. Hát a Monty Banda itt is járt, kecsón! Itt van a mezben, a budai. Közér utca. Még hogy 15 perc. Honnan számítva? Jó, nem telt még el annyi. You tired?
That's the reason to sleeping in the night. Azt mondtam neki, ha nem értenétek, hogy amiért fáradt, ez az oka annak, hogy aludni kéne éjszaka. More turning. Please say the truth. You just need for a riding with me. And we go back in the train station. Egyelőre annyit tudok, hogy két akkumulátort kell elhozni. De hogy miért nem hoztunk cserét, azt nem tudom. Lehet, hogy nincs helyre típushoz. Megjöttünk. Itt a GLS. Mindjárt megnézem, mert elvileg az egyik jobbra húz, a másik pedig a kormánya nem áll jól, úgyhogy plusz gyorsan merül az aksi. Valahogy ki kell onnan szedni és megnézni. Oké. Itt most nem leszünk útba senkinek? Fork? No, this is new. Ah, this is the old. Yeah. Because this had no problem. This had no problem. So this had a problem, then I changed the fork, then it was better. Yep. Föl is veszem. Konkrétan a probléma az, hogy a tárcsa az egyik oldalt majdnem hogy fogja, míg a másik oldalon szabadon áll a dugattyú. És azon kéne segíteni. De érdekes, mert maga a villa egyenes, inkább csak a fönti résztől tér el. Tehát mintha nem a helyén lenne. A probléma az, hogy eltűnt a szerszámkészletünk, ami itt volt hagyva a gépekhez. Úgyhogy most a egyetlen magammal hozott Impulse kulccsal megnézem, hogy mi a szituáció a kormányon belül. Meg is van a probléma oka. Fellazult ez, lehet, hogy hozzányúltak valakik, mert ez magától nem lazul föl, vagy nem jól lett kontrázva, nem tudom, nem voltam itt, és ezáltal az egész csésze fellazult, ez okozza a mozgást is, hogy nem egyenes az egész. Nézzük meg, mit tudnak. Oh! Ez a Strava. Yeah, Strava. Elindítom a Stravát, ez fontos. Hú, mennyi minden történt a telefonomon az alatt, hogy ide értünk. Okay, it's worked. Akkumulátor teljesen, aha, és hogy indul el? Mi van? Na most már elindul, jó. Okay, én voltam a hülye. Nem nyomtam meg a kéziféket. Viszont már nem húz annyira. Eljobbra, mint ahogy erről szó volt. És ennyi. Aha, már egy egységet esett. Na mennyi picikén haladjál. Okay, I'm here. Ennyi tud? Ez komoly? Ennyi? Ennyinek folyamatosan gáz kell adni, vagy mi van ezzel? Ez ennyi túl. Én most már csak én tekerek. A motor semmit nem ad rá. Jajaj, ohohoho. Most meg igen. Mi van ezzel? A kormányzás eléggé necces. Ami kiderült,
kíváncsi lennék, mit mutat az akkumulátor, melyik nem azt jelzi, hanem csak a rásegítés erejét. Nem kapod vissza. Hiába tűnt. Szegény kim ott szemben. Várjon meg. Dehogy várom. Majd odakint. Itt megvárom az útszélén esetleg. De felesleges, mert úgyis vissza kell mennie vele. Erős azt mondta. Szegény kim, milyen lassan jön. Már sajnálom. Ide félreállok addig. Come in here, I'm take that. Szegényként nézzétek meg, hát egyszerűen nem lehet így. Hát néha egy enyhén belesegít, de egyszerűen nem tudja így hajtani. Tök jó nagyon állás lenne egy ilyenből, ha úgy működnének a dolgok, ahogy kellene. Ez megőrült, akar még egyet menni, meg lemerítsük, teljesen kiderítsük, mennyi az annyi. Hát szerintem hülyeség, de menjünk. Hátra lövök. Ezt egy kézzel is lehet irányítani, ez annyira király a másikhoz képest. Ja Istenem, ez nagyon jó. Ez tetszik, na! Nekem a lábom leszakad. Hó, főleg ezen, amitől félek is. Ez meg nem ér semmit, mint kiderült. Még nekem itt semmi nem ér semmit, ahogy elnézem. Nem bírok tovább menni. Szétcseszi a lábam. Menjünk haza. Léci. Azt mondja, ez működik, de hát nem történik sámli. Ja? Be volt húzva a kézifék. Miért húzott be minden alkalommal, Ivari? Na most elvileg akkor már fogadni rá sebességet. Az autós, hogy csak úgy nézik, hogy mi a szez. Most rásegít, de nagyon keveset a motor. Küzdök vele. Mindegyik úgy bámulja, hogy miért? Muszáj, mert
2 óra van, és nagyon mennék haza, de még le kell mérnünk az akkumulátornak a helyét, hogy tudjunk hozzá készíteni, vagy készítetni másik erősebb akkumulátort, és ezeket is ellenőriznünk kell, de szerintünk maga az aksinak a teljesítménye kevés. És a gyártó meg volt róla, tessék, megint működik, a gyártó meg volt róla győzve, hogy hülyeséget mondunk annak idején, amikor megrendeltük az akut, mert hogy szerintem nem kell erősebb. Ivari lebontja az állomást. Elmentünk, hát elég késő van már, 3 óra. Kiszedtük az akupakokat, el fogják hozni nekünk GLS-sel, és akkor bent a szaki megnéző, mi a szituáció vele. Mit tudunk vele kezdeni? What easy riding with my bike! Oh, I love it! Imádom! Nem fáj a térdem! Woo! Woohoo! Now the question is, when coming the train? Huh? You don't know? I catch you. Not now, please not now. It's dangerous. Nasha. We late or not? No, we are not late. Okay. Akkor nem fogjuk lekésni. Visszatérve a bringákra, ami problémám, hogy minden csavar viszonylag alátét és zsír nélkül van összerakva. Rosszul vannak kimérve a dolgok. És ez a műanyag vacak is, ami az akkufedél volt, egy katasztrófa. Ez nem jó. Ennél jobbat kell beleraknunk. Olyat kell beleraknunk, hogy 20 kilométert is el tudjanak vele menni egy feltöltéssel. Hiszen erre akarják használni. Ezért vették. Élvezem a visszaútot. Ajjaj, mátik, éhes vagyok. Ennem kéne egy jó nagyot. Ez megint 5 óra lesz. Na, gyorsabban visszaértünk, mint oda. Király! Jó, sejtettem, hogy több szerszám kellett volna. Igazam lett a végére, úgy kellett kérni tőlük szerszámokat. Jó, mondjuk egy géles telephelyen azért van, de a depóban mindig van egy műhelyes. Bármi is történhet. Elvileg megnézzük, hogy most mikor jön a vonatka. Reméljük hamarosan. Aha. Oké, ezt lekéstük. Valami kaját kell szerezzek, éhen halom magam. Van Burger King, ott a tábla. És van is egy pár, ha jól nézem. Ott a buszvégállomás körül. Itt van egy megint Fornetti, mert nem elég egy már az állomás, oda is kell. Utána itt az állomáson jártam a buszoknál, Kecsón. Ja. Jó rég volt. Ott van egy kok, egy napelem volt, meg ilyesmi. Pedig Kecsó nem egy kis város, tehát igazából lehet találni dolgokat. Itt egy Penny, már meg vagyok mentve. Ó, ezt miért nem láttam táblán? Pedig kerestem is, meg a térképen is. Ó, ez nagyon jó. Került szereznem Pennyben a chipset, meg vettem leveseket, mert az most akció. És arra szükség van.
199 forintért egyáltalán nem drága. Máv ismét bebizonyította, hogy mekkora ezzel a kis ajtóval, és még most kiderült, hogy rossz helyen akartak leszállítani. Leszálltam véletlenül Ferihegyen. Erre vissza akartam szállni, de véletlenül nem azon az ajtón, hanem egy ilyen mellette, ami az első osztály kétszer olyan széles. Nem, egy megállóra. Nem, most nem érdekli, hogy lesz a szarja. Hát, akkor bazd meg anyádat, most erre nem tudok mit mondani. Szia, most szálltam le a vonatról. Na, visszatérve, köszönöm szépen, hogy megnéztetek, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, legyetek jók. Ilyen volt a mai nap, minden nap más kicsit. Holnap is más lesz. Hát, ott parkol a lejárónál. Ott nem szabad parkolni ám. Nem tároló. De ne igen ezzel, itt nem állunk meg. Komolyan. Még egy megáll, jaj de jó, erre le kéne szokni. Jó, föl is vágják az agyamat az ilyen idióták. Tök jó puha a teló. És még pont kinyom, mindent érzékel. Most a jó, így kell hagyni. Túlfújtam szerintem, elég lebb a 80 PSI. Mondom, ha már erre járok, van egy-két fekvőrendőr. Puhatelóval. Királyság. Nagyon kircsi. Ilyen a telóm. Így besüpped. És persze, hogy lépcső. Oh, sokkal jobb a puhatelóval. Teljesen másképp dolgozik a telói. Kicsit túl puhának érzedik, de ahogy akció van, tökéletes. A visszaúton még lehet, hogy kéne erősíteni egy picit, de mert gyorsan jön vissza. De van benne csillapítás, úgyhogy nem para.